Az Európai Unió országaiban a kereskedelemben dolgozók száma meghaladja a 30 millió főt, Magyarországon pedig több mint 500 000 dolgoznak az ágazatban, ebből a kiskereskedelemben 376 ezeren. Ez az ágazat az elmúlt években egy nagyon jelentős foglalkoztatási növekedésen is keresztül ment. 5,9%-kal nőtt 2010 és 16 között az itt dolgozóknak a száma. Természetesen örülünk annak, hogy a kereskedelmi szektorból is egyre inkább azokat a véleményeket halljuk, hogy a szakképzésnek az átalakítását föl kell gyorsítanunk, ahhoz, hogy az itt meglévő munkaerő hiányt orvosolni tudjuk. Ma több mint 3000 üres álláshely van a kereskedelmi szektorban. Ez is arra ösztönöz bennünket, hogy olyan jellegű intézkedéseket hozzunk, amelyek ezt a foglalkoztatási lyukat megpróbálják orvosolni. Szeretném azt is rögzíteni, hogy a kormánynak semmilyen olyan szándéka nincs, hogy a nyitvatartás kérdéséhez újra hozzányúljon. Az Európai Kereskedelem napján Budapesten magyar kereskedelemért nagydíjban részesítették a Nyírzem ZRT boltvezetőjét. Az elismerésre a cég vezetése terjesztette fel Kovács Oszkárnét. Ez kifejezi azt is, hogy 2000-től nálunk dolgozik 16 éve, és egy olyan egységvezető, aki a munkáját kereskedelmi nagyon jól végzi. És érdekes dolog az, akkor beszélgetünk a kereskedelmről, és kik dolgoznak a boltjainkban. Ez a hölgy egy főiskolát végzett hölgy, és úgy, mint főiskolát végzett hölgy is, a szakmát jól megtanulta, és dolgozik a kereskedelemben. Úgyhogy jó lenne, hogyha nagyon sok ilyen jó felkészült kereskedelmi végzett szakemberünk is lenne. Ezért javasoltuk, tehát egy tisztességes, becsületes, igazi kereskedő. Jelen pillanatban Mezőkövesden egy Szuper ABC-nek vagyok a vezetője. 23-an azon dolgozunk minden nap, hogy a vevők igényeit a maximálisan ki tudjuk elégíteni, és kedvességünkkel, megfelelő áruválasztékkal visszacsalogassuk a vevőket minden nap. A rendezvényen arról is szóltak, a magyar internetes kereskedelmi forgalom részaránya 5 év alatt több mint kétszeresére nőtt. Tavaly az online kiskereskedelem nettó forgalma elérte a 319 milliárd forintot.